a kutya minden itt. Ez az utca, de sötét, de sáros. Állok, mint a fakereszt, de a babám nem enged be magához. Jó napot! Tessék, parancsolj! Jó napot! Milyen fajta mézük van? Akácméz, virágméz, krémméz, facélia és vegyes akác. Ez a 5 fajta. Az a krémméz jó hangzik, abból kérnék szépen egyet. Jó. Árulj már nekem, hogy hogyan kell mézet készíteni? Hát elsősorban ugye a méhek készítik a mézet, nem a emberek készítik. Úgyhogy kell hozzá jó méhcsalád, persze méhész is, és egy jó mélegelő. Be tudnál nekem mutatni? Na gyere! Szalai Artúrnak hívnak, és immár 10-12 éve csak a méhekkel foglalkozom. Édesapám szintén gyerekkorában kezdte a úgymond mesterséget. 50-50-ben már méhészkedett, úgyhogy 70-73 éven már a családban vannak a méhek. Azóta a család viszi tovább a méhészetet, ez esetben most én. Ott pedig lenn látni a sarokban azok a picike kis dobozkák, azok a mini kaptárok, azok pedig lenn kimondottan csak anya párzásra szolgálnak. Friss jön a állomány. Feltételezem, hogy nem könnyű munka a méhészkedés. Maga mit gondol, mennyire nehéz maga a szakmabeli? Hát, mint minden más, itt is nagyon sokat kell ugye dolgozni, nehéz. Sok-sok év kell hozzá, hogy valaki kiépítse egyrészt a szaktudást is. Ugye én nekem az a szerencsém volt, hogy én ebbe beleszülettem. Én már nagyon sok mindent ugye úgymond magamba szívtam gyerekkoromba. Nem úgy kezdtem a mészkedés, hogy teljesen mind kezdő, hanem már ugye alapfogalmak, alaplátványok, azok már mind ugye adottak voltak. Mindig is ez volt a álmom, hogy egyszer a méhekkel, csak a méhekkel foglalkozni, csak a méhekből úgymond élni, méhekkel együtt és méhekből élni, így ha lehet fogalmazni. Esetleg oldalra, ha lehetne, mert azért azt nem szeretik, hogyha a röpnyillás, néznek ki a műrajok. Itt már van anya, itt már bepárzott a anya, körülbelül egy hete. Kaptak műlépet, építenek, és ez még körülbelül egy 2 keretet ki fog még úgymond fejlődni, és akkor őszre késztelelő családokká fognak fejlődni. Kicsit mérgessek. Jó, itt még nem párzott a anya. Konyhai merőkanáló megvan, hogy milyen adag kell egy ilyen kis párosztatóba, kap egy párzatlan anyát, és 2-3 napra pedig le van pincézve. Az arra szolgál, hogy azok a családok úgy szokjanak össze, hogy egy családdá formálódjanak. Illetve itt már van fiasítás is. Itt látni a fiast is már, hogy ott fiasít a anya. Most éppen ez nem ezen a kereten van, nem találom ezen a kereten, megnézzük a másikat is. De itt már van fiasítás, ez itt a fiasítás, itt az, ami már le van födve. Itt most megpróbálom bele, és mostan beengedem, itt beengedem anyát. Remélem sikerül, nagyon eleven. Hopp, tessék bemenni. Ide teszem, és akkor remélhetőleg mindjárt le fog menni ott a anya. Van, már megy, jó, már miénk. Az, jó, így mi. Bent van, bezártam, ez az. Ez körülbelül a méhcsaládoknak a minimum 50, de a legjobb 50-60-70%-át lecserélni egy állományba. Ha csak úgy akar valaki, hogy csak a profitot lássa, hogy na most én akkor ebben neki fogok, és ebből én profitálni fogok, az ne fogjon neki. Az ne fogjon neki. Azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen először egy maximálisan egy 4-5 családot, többet ne vásároljanak, mindenképpen keressen egy méhészt, bár ma azt mondják, hogy minden föl van a YouTube-on, de az egy dolog, ami ott van, meg amit egy méhész élőbe be tud mutatni, amit át tud adni. Hogy mentort keressen magának mindenképpen, én ezt tudom tanácsolni. Legalábbis 1-2 év erejéig biztos, és utána eldönti, hogy
megefogta őt itt ez a szakma, megefogta őt itt ez a mesterség, vagy pedig lenn sokat ismerek, akik fuha, de belefogtak, és aztán a méheket magára hagyta, magukra maradtak a méhek, megbetegedtek a méhek. Sajnos megbetegíti a egészséges méhcsaládokat is, akiknek esetleg ugyanabban a röpkörzetben vannak, úgyhogy azért felelősségtudattal kell ehhez nekiállni. De nem művészet, még egyszer mondom, a méheknek és a természetnek a szeretete a alap. Itt már kezdi építeni, de még anyapár bepározva nincs. Na igen, itt sincs, azért is elültem meg ebben a kővel, ide is teszek egy anyát be. Ennek után sírnak, így remélhetőleg elfogadják remélhetőleg így fogadják, mert előfordul, hogy nem fogadják anyát, akkor pedig leszúrják. Na, mennyire szépen, úgyni, már megy szépen le. Jó, bent is vagyunk, kész, és akkor pedig meg így zárom. Ez az. Egészséges méhcsaládokra van szükség, és jó méh legelőre. Hát a jó méznek a titka az, hogy mindenképpen az a méz érett legyen, ne legyen úgy kipörgetve, hogy még a méhek nem fötték le a mézet, sűrű legyen a méz, és ezáltal azt hiszem, hogy ennyi, amit tudnék mondani, az, hogy az a méz olyan legyen, ami ennek lennie kell. De csak, ott a anya, esetleg itt ezt lehet látni is, innéte, jó? Itt a anya, úgyhogy itt van anya még. De még nem petézik, itt van lent. Kitűnik a többitől, úgyhogy már a virágport is hordják, ott az a kék virágpor, az a facélia. Jó, meg vannak, építkeznek is, úgyhogy jól van akkor. Az itt látható mézeket kinek javasolnák, kik fogyasszák? Mindenkinek. Mindenkinek, mézet mindenkinek. Hát talán annyit tudnák mondani, ezt a vegyes virágmézet, talán ebben kezdeném. Ezt inkább ne arra, hogy teját vagy kávét ízesítsenek vele, mert ennek lesz egy ilyen utóíze. Ízesítésre nagyon jó a akác és a facélia. Azok nem adnak ilyen utóízt, esetleg a kávénak a kávésok, akik szeretik a kávét, ugye. Én ebbe ízesítem a kávét. Megmondom, a akáccal, illetve a facélia mézzel. A sütiben nagyon jó ízt ad a virágméz, de kenyérre is, úgyhogy egy egyértelmű vajas kenyérre is egyértelmű tudom ajánlani a virágmézet. Hogy kik fogyasztják? Mindenki. És ne akkor fogyasztják, amikor már betegek és jönnek, hogy jaj, de lázas vagyok, meg ilyen, meg olyan beteg vagyok, hogy kellene mézet enni. Soknak csak akkor jut eszébe, hogy jaj, de jó lenne mézet enni. A sok előtte. Persze, az, hogyha valaki, vagy a immunrendszer szinten akarjuk tartani, akkor azt a mézet állandó jelleggel kell fogyasztani, persze mértéke nem úgy, hogy mostan mértéke állandó jellege, ahhoz, hogy ha azt akarjuk, hogy az a immunrendszer erősítő, az a vitaminokat legyenek ott, ahol kell, hogy legyenek. Hát akkor megérkeztünk erre a vándortanyára, akácerdőbe, ide járunk Idestóba, hát több mint 20 éve, talán már 25 éve is, mindig ugyanerre a helyre. Már sajnos idén, annak ellenére, hogy van virág, bár fagykáros, itt van állnak a méhészkocsik, 4 méhészkocsi van, közel 130 családó, ezek ugye már úgymond termelő családok, produktív és termelő családok. Mi alapján tudja megállapítani a vevő, miután vesz egy adott mézet, hogy jó vagy rossz állagú? Ugye elsősorban a méznek a sűrűsége, de hangsúlyozom, hogy a szoba hőmérsékletűnek kell, hogy legyen, ahhoz, hogyha így megfordítja, hogy mikorra fordul meg a méz a üvegbe. Ugye ez nagyon lassan. Ez így be lehet határozni a méznek a sűrűségét. Ha én most megfordítanám, és lütty fölmenne, akkor az a méz híg. Nem jó minőségű. Jó? De viszont, ha meleg az a méz, például, hogy most itt volna 30 fok, 35 fok, akkor lügy volna. Akkor az a
Úgyhogy azért mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy szobahőmérsékletnek kell lenni, ez most körülbelül megvan, ez a 20 fok körül, az, ami itt van, ahhoz, hogy be tudjuk határolni, hogy ez a méz sűrű, vagy pedig len ritka. Ez a alap. Ez a alap, amit még laboratóriumban se tudják kimutatni, hogy az a méz hamisított, hamisítvány, vagy pedig, illetve ki tudják, de nagyon komoly berendezés szükséges ahhoz, hogy ki tudják mutatni annak a méznek a eredetét. Akkor nyitom is a első rendetlenség az lesz bent, mert pörgetés után vagyunk.